Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Nézzétek, Gályú postás lett. Épp erről szól ez a történet is, hiszen a mai mesénk címe Gályú felad egy levelet. Jól szórakozol, kicsim? Igen, anya. Ó, milyen gyönyörű napunk van. Le fogom rajzolni a napot. Azt hiszem, megjött a posta. Vajon kaptunk most szép levelet? Számla, számla, számla. Nincs más, csak számla. Jó lenne egyszer egy igazi levelet kapni. Szia, Gályú. Valami baj van? Anya szeretne kapni egy levelet. Komolyan? Gályú elmesélte, hogy az anyukája mennyire szeretne a számlák helyett levelet kapni. Nos, küldjünk neki egyet mi. Sőt, én már tudom is, hogy mit. Nézd csak, ez egy gyönyörű levél lenne. Elküldhetjük anyának? Persze, és teszünk róla, hogy reggel megérkezzen. Gályú tudta, hogy néha a levélben a puszit X-el jelölik. Egy puszi, nagyszerű, már csak egy borítékkel. Tudom, hol tartjuk őket. Rögtön jövök. És a bélyeg? Ez az! Ó, Gilbert! Gályú, hol vagy? Mire készültök ti ketten? Semmire, tényleg semmire. Ugye, Gályú? Így igaz, anya. Ha szeretnénk, hogy reggel megérkezzen a levél, estére végeznünk kell. És reggel nagyon korán kell kelnünk. Tudom. Fúj! Nézzük. Mi van még hátra? Fel kell ragasztani a bélyeget. Így van. Másnap Gályú és apukája nagyon korán kelt, hogy találkozzon a postással. Anya, anya! Jön a postás! Anya, azt hiszem, hogy megkaptál levelet. Ez érdekesnek tűnik. Gályú, milyen csodás meglepetés! És még Gilbert is aláírta. Köszönöm, Gályú, ezt a levelet örökre megőrzöm. Örökre? Ez a legszebb levél, amit valaha kaptam. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.
is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályu. Hidd el, az élet mindig gréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem. Kész vagytok az esti mesére? Nézzük, mire készül ma este Kályu. Úgy tűnik, hogy kempingezni megy. Megvagy, nagypapa! Először el kell kapnod. Sziasztok! Ez jó játék! Gyertek ki hozzánk a kertbe! Megyünk, apu! Títe, paci! Títe, paci! Erről eszembe jutott, amikor apukádat vittem kempingezni kiskorában. Kemping? Apával? Bizonyám. Láttunk egy nagy mosómedvét, sőt, úsztunk is egy vízesésnél. Kempingezz velem is! A kempingezésre fel kell készülni. Nos, szerintem jó ötlet. És nem is kell olyan sokat készülni. Megvan még a sátrad? Azt hiszem, ismerek egy tökéletes helyet. Várj! Hey, Kályu! Hova mentél? Itt vagyok, nagyapa. Most te mész be, és én tartom a sátor elejét. Látod azt a karótot hátul? Karót? Inkább megmutatom. Nézd csak, bogarak! Valaki más is látta őket. Nézd csak! Nagypapa, látok egy fészket, amiben kismadarak vannak. Jobb lesz, ha felállítjuk azt a sátrat, vagy ma este mi is a fán alszunk. Ne tedd túl közel. Tökéletes. Isteni. Olyan vagy, mint egy mókus. A kempingezés élvezetesnek ígérkezett. Nézd a csillagokat, nagypapa! Kezd későre járni. Előkészítem a hálózsákot. Nagypapa, mik azok a fények a bokorban? Azok nem fények, hanem Szent János bogarak. Nézzük, el tudunk-e kapni egyet. Megvan, nagypapa, elkaptam! Tényleg elkaptad. Nagypapa! Kályu félni kezdett a hangoktól, de a nagypapája talált megoldást. Ébren vagytok, táborozók? Kész a reggeli? Jó reggelt! Mi történt? Hideg volt az éjjel? Túl zajos volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a házban kempingezünk. Kempingeztem a nagypapával. Legközelebb, ha kempingezünk, szólunk az állatoknak, hogy maradjanak csendben. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagy.
pikk is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú. Fürödtök vagy meséljek? Ti döntötök. Mesélj, mesélj! Rendben, először mesélek. Majd utána fürödtök. Akkor most nézzük, mit csinált ma Kájú. A mai mesénk címe Kájú úszni tanul. Kájú, itt vagyok. Bejössz hozzám, Kájú? Valami fénylik, apa! Nézd! Yeah! Oh! Ott jön, apa! Talán legközelebb már te is bejössz. Talán. Emlékszel a strandra? Igen. Szeretnéd, ha apa megtanítana úszni? Igen. Néhány nappal később Kájú elkezdett tanulni. Szeretett úszni tanulni, és mindössze néhány óra után egyre ügyesebb és ügyesebb lett. Most sikerülni fog, apa. Biztos vagyok benne, Kájú. Sikerült, apa! Úsztam! Kájú úgy akart úszni, ahogy a nagyfiúk és a nagylányok. Szeretnél visszamenni? Teljesen egyedül akarok úszni. Hát, ez jó ötletnek tűnik. Igen! Már tudok úszni, apa! Apa, nézd meg, hogy úszom teljesen egyedül. Ez az. Nyújtsd ki a kezedet, ahogy mutatta. Kájú a medence alján sétált, majd hamarosan úszni kezdett teljesen egyedül. Ügyes vagy, Kájú! Igen, itt vagyok. Nagyon ügyes vagy. Figyelj, hogy úsz! Kájú hirtelen megijedt. Kájú! Kájú! Erre gyere! De a papája végig ott volt mellette. Nyugodj meg, Kájú. Úsz ide, ahogy eddig csináltad. Kicsit ijesztő volt, ugye? De tudtad, hogy vigyázok rád, igaz? Igen, apa. Tudod mit? Tényleg úsztál? Teljesen egyedül. Igen, úsztam, ugye? Nagyon büszke vagyok rád. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vűns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem
kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem. Nézzetek Kájúra, milyen szép a ruhája! Nézzük, miről van szó. A mai mesénk címe Kájú új babysittere. Kájú szülei egy különleges vacsorára készültek. Veletek akarok menni! Kájú, ez az évfordulónk, egy különleges nap számunkra. De van egy meglepetésünk neked és Rozinak. Egy új babysitter? Hát nem nagyszerű. Nem akarok új babysittert! Ez biztos, Julie. Beengedem. Nem szeretem Julie-t! Julie volt az új babysitter, de Kájú a régi babysittert akarta. Ezért eldöntötte, hogy egyáltalán nem fogja szeretni Julie-t. Szia, Kájú! Julie vagyok. Csak nyomd meg a gombot. Nem elbűvölő anyukád ruhája. És milyen elegáns apukád a smokingban. Integessünk nekik. Aznap este eljött a vacsoraidő. Semmit nem kérek enni. Én sem kérek enni semmit. Kájú, meg kell enned a vacsorát. Nem kényszeríthetsz. Van egy ötletem. Anyukátok és apukátok egy különleges vacsorára ment. Miért ne csináljuk ezt mi is? Habár Kájú eldöntötte, hogy nem szereti Julie-t, ez az ötlet elkezdte érdekelni. Gyertek, mire várunk még? Most olyan csinos vagy, mint az apukád. Komolyan? Bizony. Kájú rájött, hogy elkezdte megkedvelni Julie-t. Most menjünk, öltöztessük fel Rozit is. Gilbert! Várjatok! Kájúnak tetszett az öltöztetős játék, de még mindig nem kívánta a salátát. Gyerünk, Kájú, enned kell. Nem akarok enni semmit. Én sem akarok enni semmit. Hát, ha nem akartok vacsorázni, miért nem reggelizünk inkább? Hogyan reggelizünk? Vacsora idő van. Hát az nagyon egyszerű. Mostantól mindent fordítva fogunk csinálni. Jó lesz. Szia, Kájú! Szia, Julie! Ti is jól éreztétek magatokat? Megreggeliztünk! Tényleg? És a vacsora? Arra gondoltam, hogy azt holnap is megehetik, ha nem gond. Nem gond, Julie. Ha kész vagy, haza is viszlek. Ne, apa, ne! Kájú olyan jól érezte magát az új babysitterével, hogy nem akarta elengedni. Ne aggódj, Kájú! Megígérem, hogy hamarosan meglátogatlak. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezdesz
felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Nézzük, hogy tanult meg Gályú korcsolyázni. Egy téli napon történt, akárcsak a mai. Amióta Gályú látott egy hoki meccset a szüleivel, korcsolyázni szeretett volna. Ezért az apukája csinált egy korcsolyapályát a kertben, és megvette neki az első korcsolyáját. Ellövi és gól! Micsoda gól! Hoki játékos akarok lenni! Ahhoz előbb meg kell tanulnod korcsolyázni. Én korcsolyázom a leggyorsabban. Nézd, anya, elesett. Akkor a világbajnokkal fogok korcsolyázni? Nagyszerű. Nézd csak, nem sokára neked is így fog menni. Jól van, először is meg kell tanulnod megállni a jégen. Gályú rájött, hogy a korcsolyázás nem is olyan egyszerű, mint gondolta. Ez segít, amíg rá nem érzel. És már korcsolyázhatsz is. Már nem akarok korcsolyázni, túl nehéz. Tudom, hogy nem könnyű, de büszke vagyok, hogy próbálkozol. Na, még egyszer. Gályúnak már elege volt az esésekből, de úgy érezte, hogy még egyszer meg kell próbálnia az apukájával. Próbáljuk meg újra. Ez az, kicsim. Ügyes vagy, Gályú. Jaj, ne! Nézd, apa, tudok csúszni. Ez az, nézzetek ide! Minden rendben, Gályú. Gályú, te korcsolyázol! Tényleg korcsolyázol! Nézd, anya! Korcsolyázom! Ki kér forró csokit? Jó néhány esés után Gályú kezdett ráérezni a korcsolyázásra. Kivéve... Anya, apa! Igen, kicsim? A következő gyakorlat a kanyarodás lesz. Aztán meglátjuk, hogy vegyünk-e neked egy hokiütőt. Egy hokiütőt? Hűha! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Do 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 do
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú. Kájú, Kájú, Kájú. Én vagyok! Egyszer, mikor Kájú elment a parkba a nagypapájával, találkozott egy fiúval, akit nem kedvelt. Legalábbis ő így érezte. Kájú szeretett a parkba járni, és előfordult, hogy ott barátkozott is. Rendben, Kájú, jöhet! Csinálok még egyet! Jó napot, fiatalember! Hogy hívnak? Jim! Nos, Jim, ő itt Kájú. Szeretnél játszani Kájúval, Jim? Szerintem ez egy remek ötlet. Ha szükségetek van ránk, ott leszünk pont azon a padon. Épp tornyot építek. Én építem fel a tornyot. Az az enyém! Nem! Az enyém! Add ide! Letöntötted a tornyot! Nem én, te voltál! Csinálok egy újat! Nagypapa! Lerombolta az egészet! Lehet, hogy véletlen volt, Kájú. Jim sajnálja, Kájú. Ugye, Jim? De újraépítem. Ráadásul jó munkát végeztél. Most menjetek és játszatok kedvesen, jó? Rendben. Nem akarok ilyet játszani. Inkább megyek hintázni. Várj meg! Lökj meg! Nem, nem akarlak. Te lőksz először. Nem akarok többet veled játszani. Kájúnak nem tetszett, hogy mindenben Jim akart lenni az első. Kájú, mi a baj? Nem akar velem játszani. Mindenben ő akar lenni az első. Jim, tudod, hogy mindent felváltva kell játszani? Vagy elfelejtetted? Tudom. Szeretnél a barátom lenni? Ezután felváltva játszottak a vödörrel. Felváltva lökték egymást a hintán. És a nap végére annyira jól érezték magukat, hogy a nagypapa talán nem is hitte, hogy még hazamennek. Gyerekek, ideje indulni! Még néhányszor lecsúszhatunk, nagyapa, szabad? Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú, 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 Kályú. Én vagyok! Készen vagytok mesét hallgatni? Igen! Akkor lássuk, mit csinált ma Kályú. A mai mesénk címe Kályú és az apukája. Szia, anya! Szia, kicsim! Aztán nekem nehogy rosszalkodjatok! Sziasztok! Kályú anyukája és Rozi kirándulni indult. Ez azt jelentette, hogy Kályú az apukájával maradt egész napra. Ezt szeretem! Egy bögre jó erős kávé! És én is ezt szeretem. Emlékszel még a titkos tervre? Kályú és az apukája meglepetést csinált az anyukájának. Tetszeni fog anyának a könyves polc? Ó, igen, apa! Kályú szerette így tölteni az időt az apukájával, csak ők ketten együtt. Ez hamar megszárad, szóval... Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Mi történt, apa? Hát, hogy az elején kezdjem, csupa festék vagy. Ahogy te is. Igen, igazad van. Másodszor pedig elfelejtettem megvenni a szép kék festéket. Megmondom, mit fogunk csinálni. Elintézünk mindent, azt fogjuk csinálni. Igen! Ígyni. Kész vagy? Igen. Akkor menjünk és intézzük el a dolgokat. Szerinted melyik tetszene anyának? Ez itt. Akkor vigyük. Így intézzük a dolgokat, apa. Ahogy mondod. Kályú és apukája úgy döntött, hogy hotdogot ebédel. Sziasztok! Megjöttünk! Kályú! Kályú! Megszáradt, apa! Mire készültök ti ketten? Elintéztük a dolgokat, anya! Nézd! Ó, egy könyves polc! Éppen erre volt szükségem! De várjatok csak! Úgy tűnik, hogy kaptam egy könyvet is. Azt én csináltam. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályu, 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 Gályu. Én vagyok! Gyertek, gyerekek! Ideje, hogy meséljek nektek Gályuról. Nézzük csak, hogy mire készül ma Gályu. Igen, a mai mesénk címe: Gályu répát ültet. Gályu, kicsim, menj ki a hátsó kertbe, valaki vár rád odakint. Gályut érdekelte, hogy ki lehet az. Szia! Mit csinálsz? Zöldségeket ültetek az anyukádnak. Szeretnél segíteni? Igen! Csak várj és meglátod, Gályu, hogy mennyi zöldséget fogunk itt termeszteni. Gályu nem igazán szerette a zöldségeket, de a zöldséges kert tetszett neki. Adok neked egy különleges feladatot. Szeretnéd te ültetni a répákat? Igen, persze! Itt vannak a magok a répához. És hol vannak a répák? El kell ültetned a magokat. Azután sok vízzel meglocsolni, és csak ezután fognak kikelni. A nagypapa kijelölte a helyet, ahová Gályu elültetheti a magokat, épp ahogy a nagypapája mutatta. Igen! Nagypapa, ez így nem jó! Nem nőttek ki a répák. Türelmesnek kell lenned. Az egész nyárra szükségük lesz, hogy kinőjenek. Az egész nyárra? Kész van a répa. Jó, akkor felragasztom a pálcikára a rajzodat. A tábla emlékeztette Gályut, hogy hová ültette a répákat. Minden nap megnézte a kertet, hogy ellenőrizze őket. Néhány hét után... A répa levelei. Ne! A répáim! Hes! Hes! Gályu nem tudta, hogy a répái valaha kinőnek-e. Túl sok időbe telt. De néhány héttel később... Szia, Gályu! Épp most sétáltam a kertben, és tudod, mit láttam? Azt hiszem, kinőttek a répák. Tényleg? A répáim? Látni akarom őket. Jövök, jövök. Ó, megint levelek. Nem répák, csak levelek. Nem olyan biztos az. Csak fogd meg a levelet és húzd. Majd meglátod. Egy répa. Jó étvágyat mindenkinek! Én magam ültettem a répákat! Ügyes vagy! Gratulálok, Gályu! Nézd meg Rozit! Úgy tűnik, nagyon ízlik neki a répa! Habár Gályu nem szerette a zöldségeket, úgy gondolta, hogy az ő répáinak tényleg jó íze van. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályu. Kályu, Kályu, Kályu. Én vagyok! Felkészültetek az utazásra? Meseidő van. Nézzük csak, mit csinált ma Kályu. Ó, igen. A mai mesénk címe Kályu elmegy a Vidám Parkba. Ott vagyunk már, apa. Ott vagyunk már, apa. Majdnem. Ott vagyunk már. Megérkeztünk. Hurrá! Kályu nagyon izgatott volt, mert életében először volt Vidám Parkban, és sok játékra szeretett volna felülni az apukájával. Az első, amit választott, a Niagara vízesés volt. Állj az oszlophoz, Kályu. Mi ez? Csak akkor ülhetsz fel, ha elég magas vagy. Ez az! Tetszik? Igen, magas. Egy kicsit ijesztő is, ugye? Kályu és apukája megegyezett, hogy mókás és egy kicsit ijesztő is volt. Hurrá! Ez az! Hamarosan Kályu olyan jól érezte magát, hogy már egyáltalán nem félt. Felcsapódott ránk a víz, anya! Ki kér édességet? Én kérek! Én is kérek! Ó! Oh. Hmm. Oh. Nem biztos, hogy a vattacukor a legjobb választás. Ezek szerint te nem kérsz? Mm. Vagyunk. Nézd! Kályúnak nagyon tetszett az óriás kerék. A legtetejéről látni lehetett az egész Vidám Parkot. Apa, apa, nézd! Kályú még sohasem látott ekkora macit. Ha az összes karikát a helyére tudja dobni, talán megnyerheti a macit. Ez a játék túl nehéz volt Kályúnak. Nem sikerült. Nehezebb, mint gondolnád. Te meg tudod csinálni, apa? Megpróbálom. Ez a szívem! Apa! Kályú nagyon remélte, hogy apukája a harmadik karikát is a helyére dobja. Tetszett a mai nap, Kályú? Hát persze, anya! Mi tetszett a legjobban? A Niagara vízesés, vagy az óriás kerék? Tudom már, ahogy apa a karikákkal megnyerte a macit, ugye? Igen! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Szető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vűns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
lesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Talán van időnk egy mesére, mielőtt megérkezik a busz. Nézzük csak, hogy mit csinált ma Gályú. A mai mesénk címe Gályú és az iskolabusz. Gályú még nem járt iskolába, de minden nap az utcán várta, hogy arra menjen az iskolabusz. Nagyon szeretett volna a buszon utazni a nagyobb gyerekekkel. Utazhatok az iskolabuszon? Hát, a következő szülinapod után leszel iskolás. Nézd, most itt vagyunk. Ez pedig a szülinapod. De én utazni akarok az iskolabusszal. Talán megnézhetjük az iskolabuszt, ha bár utazni még nem utazhatsz rajta. Másnap reggel Gályú és apukája nagyon korán kelt fel, hogy közelről lássa az iskolabuszt. Már jön is, apa! Már jön is! Ó, Istenem! Szia, Gályú! Te is jössz velünk? Gályú még nem iskolás, Sara. Jó reggelt, fiatalember! Te is jössz az iskolába? Várjunk csak! Emlékszem rád! Én vittelek óvodába is, amikor még kicsi voltál. Jó napot, Washington bácsi. Örülök, hogy látom. Ő a fiam, Gályú. Látni akarta a buszt. Nos, Gályú, örülök, hogy találkoztunk. Már alig várom, hogy vihesselek az iskolába, ha eljön az ideje. Fel akarok ülni a buszra, apa! Ó, ma nem tudlak elvinni, Gályú. Washington bácsi látta, hogy Gályú nagyon csalódott. De talán holnap igen, feltéve, ha az anyukád és apukád beleegyezik. És meg kell kérdeznem még a főnökömet is. Úgyhogy előre nem ígérhetek semmit. Hát nem kedves ez a Washington bácsi. Menjünk, beszéljünk anyával. Hűha! Mi ez, Gályú? Az iskolabusz, apa. És ki vezeti az iskolabuszt? Én! Gályú, ne feledd, hogy csak holnap tudjuk meg, hogy felszállhatsz-e a buszra. Szia, Gályú! Ma te is jössz az iskolába? Gályú nagyon ideges volt, hisz nem tudta, hogy felszállhat-e a buszra. Jó reggelt! Nem késhetünk az iskolából, Gályú. Szállj fel! Mire vársz, kicsim? Futás! De jó! Gályúnak nagyon tetszett a nagy sárga iskolabusz. Mindjárt otthon leszünk. Az apukád már ott vár rád. Szia! Láttad, apa, fent voltam a buszon. Láttalak. És most köszönjük meg Washington bácsinak. Köszönjük Washington bácsi! Szia, Gályú, szia! Jövőre találkozunk! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.
felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályu, 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 Kályu. Én vagyok! Hol bujkáltok? Meseidő van. Hát itt vagytok. Nézzük csak, hogy mit csinált ma Kályu. A mesénk címe Kályu keresi Gilbertet. Mehet Gilbert! Segíts, Gilbert! Ez az, Gilbert! Segíts! A dinoszaurus el akar kapni! Kályu szeretett dinoszaurus vadászt játszani, amit Gilberttel mindig jobban élvezett. Kályu, uzsonna idő! Gilbert, maradj itt! Szia, Kályu! Mit csináltál ma? Játszottam Gilberttel! Megmentettem a dinoszaurusztól! Komolyan? Nagyon bátor lehetsz, ha dinoszauruszra vadászol. Gyere elő, Gilbert! Játszunk! Gilbert! Gilbert! Hol vagy? Kályu mérges lett. Megmondta Gilbertnek, hogy maradjon ott, de Gilbert nem hallgatott rá. Apa, Gilbert eltűnt, nem várt meg! Hát, itt nincs. A nappaliban sincs. Vajon hol lehet? Szükségem van rá a játékhoz. Gilbert, gyere ide most rögtön! Gilbert, rossz cicus vagy. Kályu kezdett nagyon dühös lenni Gilbertre. Vajon hol bujkálhatott? Oh, mit csinálsz itt, Kályu? Nem találom Gilbertet. Meg kellett volna várni engem a nappaliban. Talán valamelyik hálóban alszik. Nézzük meg. Legyünk nyomozók. Nyomozók? Nos, ha nyomozunk, keresünk nyomokat. Mik azok a nyomok? Nyom minden, ami segít megtalálni Gilbertet. Tartsd nyitva a szemed. Ez is egy nyom, anya. Kályu megtalálta a láncot a dinoszauruszról, amivel játszottak. Ez azt jelentette, hogy Gilbert a közelben volt. Ez nagyszerű nyom. Gilbert! Itt nem találom, anya. Már csak egy szoba van, amit nem néztünk át. Az én szobám! Gilbert, gyere elő! Gilbert! Nézd, anya! A dinoszaurusz! Még egy nyom! Valóban ügyes nyomozó vagy. Megtaláltam! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Do 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 do
felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályu. Kályu, Kályu, Kályu. Én vagyok! Készüljetek, gyerekek! Meseidő van! Nézzük, Kályut, épp reggelizik. De ez nem egy akármilyen reggeli. Ez a történet Kályú meglepetés reggeliéről szól. Egy reggel Kályú nagyon-nagyon korán ébredt fel. Próbált teljesen csendben maradni, és nem ébreszteni fel senkit. Anya, alszol! Apa, alszol! Kályú teljesen felébredt, és nagyon éhes volt. Úgy döntött, hogy megreggelizik azon nyomban, teljesen egyedül. Ekkor támadt egy ötlete, csinál reggelit az egész családnak. Hú, Kályú! Szia, Rozi, gyere velem! Készítek reggelit mindenkinek! Kályú nem akarta felébreszteni a szüleit. Azt akarta, hogy a reggeli meglepetés legyen. Kérsz tejet, Rozi? Szia, Gilbert! Éhes vagy? Kérsz reggelit? Hoppá! A reggelivel sok munka volt, és Kályúnak még meg is kellett terítenie. Hatalmas meglepetést akart okozni anyukájának és apukájának. Mi volt ez? Nem hallottam semmit. Kályú a konyhában van. Kályú! Minden rendben, kicsim? Ssss! Meglepetés! Ja, értem, rendben. Kíváncsi vagyok, mivel lep meg minket, Kályú. Arra én is. A szekrény nagyon zsúfoltnak tűnt, de vajon hol találja a reggelit? Anya szereti a műzlit. Muffin! Apa szereti a muffint! Anya! Kályú még nem volt kész. Anya, várj! Volt még valami, amit az asztalra akart tenni. Azt akarta, hogy a meglepetés reggeli tökéletes legyen. Rendben, bejöhettek! Meglepetés reggeli! Valóban az! Jól néz ki. Nézzenek oda, a kedvenc műzlim. Én pedig kaptam egy muffint, és itt a vaj is, hogy meg tudjam kenni, ahogyan szeretem. Hatalmas meglepetést csináltam nektek. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Ki szeretne hallani egy mesét? Szeretnétek, hogy olvassak nektek? Igen! Olvast fel, Nagyi! Hadd nézzem, mi a címe. Ó, igen! Kályú hiányzó zoknia. Kell egy zokni! Kályú rögtön megtalálta az egyik kedvenc zokniát. De a párját még keresnie kellett. Kályú nem találta meg a hiányzó zoknit a szobájában, ezért úgy döntött, hogy körülnéz a mosókonyhában. Úgy gondolta, hogy a másik zokni a mosógépben lehet, de túl alacsony volt, hogy megnézze. Úgy döntött, kimegy egy székért. Megpróbálta kinyitni az ajtót, de nem tudta. És ez egy kicsit ijesztő volt. Anya, anya! Kályú, apa itt van, itt vagyok, ne félj! Apa, apa, nem nyílik ki az ajtó! Rögtön kihozlak onnan, meglátod? Azt hiszem, hogy odabent leesett a kilincs, ugye? Igen, apa. Nos, ezen az oldalon megvan, de óvatosan kell mozgatnom. Minden rendben, Kályú. Mit csinálsz idebent? Az oknimat keresem. Alaposan körülnéztél? Nézzünk körül együtt, jó? Jó. Anya reggel hozott fel ruhákat. Lehet, hogy elejtette az oknidat. Be akarok nézni a mosógépbe. Jó ötlet. Nézzünk bele. Látod az oknidat? Nem. Megint elfelejtettem becsukni. Éni. Ez üres. Látni akarom. Tényleg nincs itt. Keressünk neked egy másik zoknit. Biztos fázik a lábad. De én a kedvenc zoknimat akarom. Ha találunk neked zoknit, segíthetsz megszerelni a kilincset, ha van kedved. Oh-oh, valaki becsukta az ajtót. Édesem, ott vagy? Ha-ho, kiabáljunk együtt. Anya! Anya! Kályú ez alkalommal nem félt, mert vele volt az apukája. Szívem, oda bent vagy. Jaj, ne! Leesett a kilincs. Kályú apukája elmagyarázta az anyukájának, hogyan rakja vissza a kilincset, és nem sokkal később már ki is nyitotta az ajtót. Jobb lesz, ha megjavítom, mielőtt más is bent ragad. Hozom a szerszámokat. Mi történt a zokniddal? Elvesztettem. Talán fel tudlak vidítani. Nézd csak a kosárba. Itt van. Mivel Kályú mindkét lábán volt zokni, segített apukájának megszerelni a kilincset, hogy többé senki se ragadjon bent. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zamorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú, 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 Kályú. Én vagyok! Meseidő van, gyerekek! Megengeditek, hogy ide üljek közétek erre a székre? Így mind látjuk a könyvet. Miről szól a mese, Nagyi? Kályú egyik legújabb kalandjáról. A címe Kályú dolgozni megy. Kályú nagyon izgatott volt, mert dolgozni ment a mamájával. Az első dolgunk, hogy átmegyünk a forgóajtón. Az menni fog, nézd! Rendben, menj előre, de a túloldalon lépj ki. Anya! Ó, kicsim, nyom tovább, Kályú! Menjünk még egyszer! Kályú még soha nem látott ilyet. Vicces hangokat hallott, és olyan embereket látott, akikkel még soha nem találkozott. Kályú! Biztos te vagy, Kályú. Örülök, hogy találkoztunk. Isten hozott az irodában. Kályú dolgozni jött. Parancsolj, ma ez lesz az asztalod. Mit szeretnél csinálni? Szeretnék dolgozni. Kályú azt hitte, hogy a munka a papírra írás. Tudok dolgozni. Végeztem! Nézd, anya! Nagyszerű, Kályú. Várj egy percet. Nézd, anya! Ez vagy te, ez itt apa, ez Rozi, és ez vagyok én. Tedd el a tiéd! Ez gyönyörű, Kályú. Köszönöm. Jó munkát végeztél. Most már játszhatunk? Most még nem, Kályú. Először ezt kell befejeznem. Addig rajzolj még egy képet. Szia, Maci! Anya munkája nagyon sokáig tart. Kályú, még nem végeztem a munkával, de van egy meglepetésem. Halló? Apa, én vagyok Kályú. Anyával dolgozom. Munkát csinálok. A Maci is velem van. Szeretlek, apa. Szia! Szeretnél ebédelni? Anyukájával megebédeltek, és istenit piknikeztek a Macival. Tegyük ki a rajzodat a hirdető táblámra, hogy mindenki láthassa. Jó, majd én kiteszem. Hű, de csodás! Híj! Apa! Menjetek csak, otthon találkozunk. Látod, ez az iroda, ahol anya dolgozik. Így igaz. Kályú büszkén mutatott meg mindent apukájának, amit tudott az irodáról. Várj, mutatok valamit. Az ajtó nagyon nehéz volt, ezért Kályú apukája segített neki. Erősnek kell lenni, hogy ezt az ajtót megmozdítsd. Tudom. Kályú elmesélt mindent a munkával töltött napjáról. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Do 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 do.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Megint veszekedtek? Hagyjátok abba, és hallgassatok meg egy mesét. Nézzétek csak, úgy tűnik, hogy Caillou és Clementine is vitatkozik. A mai mesénk címe Caillou vitája. Clementine átment játszani Caillouhoz, ezért Caillou rendbe rakta a játékait. Caillou! Caillou, gyere le, megjött Clementine! Sziasztok! Bújj be, Clementine! Köszönj szépen, Caillou! Szia! Légy jó kislány, Clementine! Szépen játszatok! Igen, anya! És ne csinálj semmi bajt! Nem fogok! Biztos, hogy nem lesz velük semmi gond! Gyere be, Clementine! Ez az! Hű! Mennyi játékot hoztál! Caillou szeretett volna a dinoszauruszokkal játszani, és el akarta magyarázni Clementine-nak, hogyan építsenek házat nekik az építőkockákból. Játszunk papás-mamást, te leszel a papa, én pedig az anya. Caillou nem így képzelte el a szórakozást. Játszunk a dinoszauruszokkal. A Matko és a Nyuszi lehetnének a gyerekeink. Az az én Matkom, és az én Nyuszim. Caillou nem szerette, ha engedély nélkül nyúltak a Maciához vagy a Nyusziához. Tartsuk te a délutánt! Gyere és ülj le! Add vissza őket! Az enyémek! Ne butáskodj, Caillou! Ülj le és játsz kedvesen! Nem akarok kedvesen játszani! Mi a baj? Nem játszom papás-mamás! Dinókat akarok! Rendben, a dinók is lehetnek a gyerekeink. Caillounak ez az ötlet egyáltalán nem tetszett. Nem akarok többet játszani veled. Már nem is szeretlek. Anya! Mi a probléma, Caillou? Hol van Clementine? Nem szeretem Clementine-t. Elvette a macit és a nyuszimat. Nézzük csak, mit évők legyünk, jó? Most kérjetek bocsánatot, és béküljetek ki! Sajnálom, Caillou. Te jössz, Caillou! Sajnálom, Clementine. Gyertek bejebb! Clementine bátyja Billy baseball bajnok volt, és Caillou mindig nagyon örült, ha láthatta. Szia, Billy! Szia, Caillou! Szeretnél velem játszani? Nagyszerű dobó leszel, Caillou. Gyertek, gyerekek, ígyatok. Versenyezzünk. Hey! Caillou, te is Clementine ügyesen baseballoztok. Hamarosan újra játszunk. Ez az! Szeretnék veled és Clementine-nal játszani holnap is, azután is, és még azután is. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályu. Kályu, Kályu, Kályu. Én vagyok! Gyertek, gyerekek! Meseidő van. Hűha! Nézzétek meg Kályút. Úgy tűnik, hogy fél. Tudjátok miért? A mai mesénk címe Kályú csúszdázik. Kályú istenien érezte magát a játszótéren. Nézz ide, nézz ide! Tü-tü! Vonat vagyok, apa! Szia, Kályú! Szia, Clementine! Épp vonatozom! Én is játszhatok! Clementine és Kályú élvezte a vonatos játékot, amikor Clementine-nak támadt egy ötlete. Csúszdázunk? Igen! Nem, nem ezen, hanem azon! Clementine a nagy gyerekek csúszdájára mutatott. Amikor Kályú megállt mellette, hatalmasnak és nagyon-nagyon magasnak tűnt. Ez túl magas! Kályú megrémült. Gyere, Kályú! Először lent játszunk! Kályú rábeszélte Clementine-t, hogy először a csövekben játszanak. Kapj el, Kályú! Már jövök is! Meg vagy! Kezd későre járni. Lassan mennünk kell. Jaj, ne! Gyere, Kályú! Magas, de ne, nem félek. Te menj először. Ez jó volt. Gyerünk, Kályú, te jössz! Csúszd le, jó lesz! Csúszd le, Kályú! Nem félek! De valójában Kályú nagyon félt. Apa, apa! Kályú sír, nagyon fél. Én nem félek, ez könnyű. Mi a baj, Kályú? Ez egy nagy, félelmetes csúszda, de azért jónak tűnik. Tudom már, mi legyen. Csúszunk le ketten együtt. Egy, kettő, három, gyerünk! Kályú élvezte, de Clementine nem volt túl kedves. Én egyedül csúsztam le. Ez az! Én is egyedül csúsztam le. Ez könnyű? Nos, ideje indulni, Kályú. Mindjárt jövök. Jéj! Még egyszer, apa! De mint kiderült, nem csak egy alkalomról volt szó. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályu. Gályu, Gályu, Gályu. Én vagyok! Gyertek, gyerekek! Meseidő van. Hűha! Nézzétek meg Gályút. Úgy tűnik, hogy fél. Tudjátok miért? A mai mesénk címe Gályú csúszdázik. Gályú istenien érezte magát a játszótéren. Nézz ide, nézz ide! Tü-tü! Vonat vagyok, apa! Szia, Gályú! Szia, Clementine! Épp vonatozom! Én is játszhatok! Clementine és Gályú élvezte a vonatos játékot, amikor Clementine-nak támadt egy ötlete. Csúszdázunk? Igen! Nem, nem ezen, hanem azon! Clementine a nagy gyerekek csúszdájára mutatott. Amikor Gályú megállt mellette, hatalmasnak és nagyon-nagyon magasnak tűnt. Ez túl magas! Gályú megrémült. Gyere, Gályú! Először lent játszunk! Gályú rábeszélte Clementine-t, hogy először a csövekben játszanak. Kapj el, Gályú! Már jövök is! Meg vagy! Kezd későre járni. Lassan mennünk kell. Jaj, ne! Gyere, Gályú! Magas, de ne, nem félek. Te menj először. Ez jó volt. Gyerünk, Gályú, te jössz! Csúsz le, jó lesz! Csúsz le, Gályú! Nem félek! De valójában Gályú nagyon félt. Apa! Apa! Gályú sír. Nagyon fél. Én nem félek. Ez könnyű. Mi a baj, Gályú? Ez egy nagy, félelmetes csúszda, de azért jónak tűnik. Tudom már, mi legyen. Csúszunk le ketten együtt. Egy, kettő, három, gyerünk! Gályú élvezte, de Clementine nem volt túl kedves. Én egyedül csúsztam le. Ez az! Én is egyedül csúsztam le. Ez könnyű? Nos, ideje indulni, Gályú. Mindjárt jövök. Jéj! Még egyszer, apa! De mint kiderült, nem csak egy alkalomról volt szó. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Olvassak nektek? Egy mesét Gályúról! A mai mesénk címe Gályú kutyát sétálta. Oh. Szia, kis kutya! Gályú már találkozott a kis kutyával. Szia, Gályú! És mit vigyázok a kutyusra? És képzeld, meg akar téged látogatni. Szeretnéd megsétáltatni? Persze. De jó! Vezethetem. Hogyne? Nézd, nagymama, magától leült. Arra vár, hogy szólj neki, ha átmehet az úton. Mondd, hogy indulj, amikor mehet. Indulj! Gályú élvezte, hogy a kiskutya szót fogadott neki. Nézd csak, mit hoztam neked. Játszani szeretne. Dobd el és mondd, hogy hozd ide. Vissza fogja hozni neked. Hozd ide! Sikerült! Mondd, hogy tedd le! Tedd le! Hozd ide! Gályú csodásan érezte magát. Örült, hogy játszhatott a kutyussal. Nagyon, de nagyon. Mit, Gályú? Egy kis fehér kutyust. Nagyon aranyos, ugye? De tudod, Gályú, nekünk már van házi állatunk, Gilbert. De én kutyát akarok, akit sétáltathatok. Ha Rozi és te idősebbek lesztek, majd meglátjuk. Jó éjszakát. Jó éjszakát, apa. Gályú nem akar várni, hogy idősebb legyen. Rögtön akarta a kutyust. Mikor reggel megtalálta a játék kutyusát, támadt egy ötlete. Ez lesz a póráz. Anya, apa, gyertek ide! Mi az? Meglepetés! Nézzétek! Wow, 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 wow. Kutyus sétál! Most már Gályúnak is volt kutyusa, akit sétáltathatott. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vűns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohúság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú, 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 Kályú. Én vagyok! Mi az, Nagyi? Olvasd el! A mai mesénk címe: Kályú vigyáz Rozira. Kályú és Rozi nagyon jót játszott Rozi új játékával. Meglehetősen hangosan. Tehén! Hap, 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 hap! Kis kacsa! Kályú, nagyon fáj a fejem, és le kell feküdnöm. Tudnál vigyázni Rozira, hogy ne csináljon addig semmi bajt? Igen, anya. Köszönöm, Kályú. Inkább rajzoljatok állatokat. Az csendesebb, úgy tudnék pihenni. Rendben. Kályú tudta, hogy képes lesz vigyázni Rozira. Rajzolni fogunk, Rozi. Kértelek, hogy vigyázz Rozira, nem arra, hogy veszekedj vele. Kályú nem értette, hogy az anyukája miért rá volt mérges. Ő mindent megtett, hogy csendben legyen. Az egész Rozi hibája volt. Anya, én próbáltam, de... Rozi, pihenned kell. Rozi, nem is... Mindjárt jövök, Kályú. Én nem akarok többi Rozi nagy testvére lenni. Ó, Kályú, meséld el, mi történt. Rászóltam Rozira, de nem figyelt rám. Nem könnyű idősebbnek lenni, ugye? Jobb lesz, ha lemosom azt a falat. Segíteni akarok. Az csodás lenne. Kislányként egyszer vigyáznom kellett az unokahúgomra, amíg a szüleim szórakoztak. Tudod, mit csinált? Kinyomott egy egész tubus fokrémet, és az egészet magára kente. Az nagyon rossz. Én is bajba kerültem, ahogy most te. Ügyes vagy, Kályú. Kályú! Tehén! Kályú, kezdesz felnőtté válni, és nagyon jó testvére lenni Rozinak. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Szia! Úgy tűnik, most csak ketten hallgatjuk meg a mesét. Itt vagyunk! Ó, mégsem leszek egyedül ezek szerint. A mai mesénk címe Gályú beteg. Gályú rosszul érezte magát reggel, a homloka nagyon meleg volt. Azt hiszem, lázas vagy. Hozok valamit, amitől jobb lesz. Pihenned kell. Mua. Egy kis idő után Gályú úgy érezte, hogy az ágyban fekvés unalmas. Gályú, feküdj vissza! Nem akarok visszafeküdni! Tessék, ettől jobban leszel. Másnap valami furcsa dolog történt. Anya! Szia, jobban vagy már? Nézd! Ez bárányhimlő. Bárányhimlő? Attól tartok, ez azt jelenti, hogy vissza kell feküdnöd. És nem szabad vakaróznod. Miért? Mert attól rosszabbak lesznek a pöttyök. Ne vakarolsz, Gályú. Kész a fürdő. Hamar meggyógyulsz, meglátod. A legnehezebb az volt Gályúnak, hogy ne vakarja a viszkető pöttyöket. Megint vakaróztál? Csak egy kicsit. Az mi? Egy kis apróság. Add ide a dinoszauruszodat. Olyan, mint én. Hadd folytassam. Mire Gályú és anyukája bepöttyözte a dinoszauruszt, pont olyan volt, mintha neki is bárányhimlője lenne. Gályú bánatos volt amiatt, hogy nem mehetett ki a házból. Kint akart játszani Rozival. Nézd, anya! Sok pötty eltűnt már. Kimehetek játszani? Még nem, kicsim. Kész vagy a fürdésre? Igen. Fürödhet velem a dinoszauruszom is? Nézhet, de nem mehet be a vízbe. Gályú azt hitte, hogy a pöttyök már soha nem tűnnek el, de egy reggel már alig látszottak. Szia, Gályú! Hé, a dínóról jó sok pötty eltűnt. Rólam is! Tényleg? Mutasd! Szia! Gályú szaladt elújságolni Rozinak, hogy újra játszhatnak együtt. Szia, Rozi! Nézd, eltűntek a pöttyök! Oh, anya! Mi történt? Rozi bárányhimlős! Igazad van. Sokat fogsz fürdeni, és el fognak tűnni a pöttyeid, ahogy a dínomról is. Igen! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú, 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 Kályú. Én vagyok! Szia, majd később hívlak. Nos, hol tartottunk? Ó, igen, belekezdtünk egy Kályú mesébe. Nézzük csak, mit csinált ma Kályú. A mai mesénk címe Kályú telefonál. Anya! Azt hiszem, jó lesz, de megnézem a naptáramat. Aha. Anya, Rózi csinált valamit. Kályú, telefonálok, ne zavarj közben. Várj egy kicsit, jó? Kályúnak úgy tűnt, hogy anyukájának nem volt rá ideje, mert egész reggel csak telefonált. Rendben, hívjon, amint tud valamit. Viszlát, várni fogom. Mit akartál mondani, kicsim? Rózi széttépett egy könyvet, meg kell nézned. Csak egy perc, Kályú. Jó napot, már vártam a hívását. Csak egy másodperc. Tényleg nem érek rá, kicsim. Játsz valamit, majd később beszélünk, jó? Nézd, mit rajzoltam! Rendben, az megfelel. Viszlát! Szia, kicsim! Hadd nézzem. Sajnálom, Kályú, hogy ilyen sokat kell ma telefonálnom, de nem sokára végzek, jó? Kályú szeretett volna beszélni anyukájával, ezért úgy döntött, hogy felhívja. Anya, felhívtalak és csöngött a telefon! Oh. Miért nem veszed fel most te? Halló, Kályú vagyok. Kályú szerette felvenni a telefont, felnőttnek érezte magát. A Nagyi az anya, a Nagyi. Kérdezd meg, hogy van. Szia, Nagyi, hogy vagy? Jól vagyok, és te, Kályú? Én is. Azt szeretném kérdezni, hogy nem látogatnál-e meg délután? De igen. Gyertek be, szia, Kályú. Emlékszel még a barátom kutyusára? Igen, Nagyi. Menjetek, játszatok a kutyussal, amíg mi beszélgetünk. Nagyi, nézd a kutyust! Ugrál! Ne futkároz, Rozi! Kezd túl izgatott lenni. Maradj nyugodtan. Igen, Nagyi. Sajnálom, most nem tudok beszélni, de majd visszahívom. Minden alkalommal ezt csinálja, ha csörög a telefon. Miért? Fél, hogy elfeledkezem róla, ha valaki mással beszélek telefonon. Ez emlékeztet valakire, akit ismerek. Mind nevettek ennyire? Ez elég vicces. De majd Kályú elmeséli. Nagyon vicces történet, Nagyi. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vűns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Örülök, hogy itt tudtok aludni. Nézzétek! Épp ezt teszi Kályú is a mesében. A címe Kályú vendégségbe megy. Az egész azzal kezdődött, amikor Lió meghívta Kályút, hogy aludjon náluk. Kályú és anyukája éppen pakolt. Kályú, szerinted nem felejtettünk el valamit? A pizsamámat! Így van. Ha Lióéknál fogsz aludni, szükséged lesz rá. Ez minden? Igen! Ez volt az első alkalom, hogy Kályú egy barátjánál aludt. Így érthető, hogy nagyon izgult. Szállj be, Kályú! Biztos, hogy valamit elfelejtettünk. De vajon mit? Gondolkodjunk. Pizsama? Pizsama! Fogkefe? Fogkefe! Mackó? Mackó! Őt felejtettük el! Jó, minden megvan. Mehetünk? Lió apukája épített egy házat a fára. Kályú imádott játszani benne. Jó, Kályú, vacsora. Gyertek, mossátok meg a kezeteket. Kályú tényleg jól érezte magát Lióéknál, de ahogy eljött a vacsora ideje, kezdte magát egyedül érezni. A szüleire és az otthonára gondolt. Nem vagy éhes, Kályú? De... Lássuk, ki végez elsőként, és kap először desszertet. Kályúnak és Liónak lassan aludni kellett. Kályú észrevette, hogy Lióéknál még a fogmosás is élvezetes. De amikor le kellett feküdni, Kályúnak hirtelen elkezdte hiányozni a szülei és az otthona. Kezdett nagyon szomorú lenni. Kész vagytok, gyerekek? Feküdj le, Kályú! Jó éjszakát! Ó, kicsém, mi baj van, Kályú? Haza akarok menni. Tudod mit? Menjünk és hívjuk fel az anyukádat telefonon. Haza akarok menni, anya. Mackó is haza akar jönni. Mackó? Szegényke, biztos egyedül érzi magát a táskádban. Pedig annyira várta, hogy Lióéknál aludhasson. Mikor Kályúnak eszébe jutott Mackó, már nem is akart hazamenni. Kivette a táskájából, és adott neki egy nagy puszit. Most már jobban van a Mackó? Igen, mivel hogy magamhoz öleltem. Rendben. Jó éjszakát. Aludjatok jól. És álmodjunk szépeket! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Nagyi, mesélj nekünk! Kályúról olvassak, ugye? Nézzük csak, mit csinál. A mai mese címe Kályú baba lett. Kályú és Rozi egész reggel játszott, de nem akárhogy. Jaj, ne! Mi ez a felfordulás? Istenem! Mit szólnál, ha ebéd előtt rendet raknánk? Segíts rendet rakni, kérlek! De Rozi nem rak rendet! Rendben. Próbáljuk meg. Rozi, rendet rakunk. Látod? A játékok idevalók. Ez az, kicsim. Hozd a többit is. Anya, nézd! Rozi játszik! Ez nem ír, én is játszani akarok! Kályú, Rozi még túl kicsi, hogy takarítson. Majd én csinálom helyette. Kályú, te már elég nagy vagy, hogy takaríts. Kályú igazságtalannak érezte anyukáját. Nagyon dühös lett. Én is fedeles pohárba kérem a tejet. Rendben. És a szendvicsemet is katonázd fel, ahogy Rozi ét. Én is, anya. Parterli, neked. Kályú! Szeretek kisbaba lenni. Kályú úgy érezte, jobb kisbabának lenni, mint 4 évesnek. Nem bánom, ha kisbaba szeretnél lenni, de kérlek, ne légy ilyen rendetlen. Kályú és Rozi jól szórakozott az ebéd utáni játékkal. Alvás? Igen, az én két kisbabámnak pihennie kell. Bújj az ágyba, Kályú, mindjárt jövök betakarni. Kályú nem igazán akart aludni. De mivel baba szeretett volna lenni, mint Rozi, muszáj volt. Jó pihenést, Kályú! Mi a baj, Kályú? Nem akarok pihenni. Minden kis baba pihen délután. Nem akarok baba lenni. 4 éves akarok lenni. Jó, nincs kedved kártyázni? De igen! Örülök, hogy újra 4 éves vagy. Nyerten! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Mindketten felkészültetek a felszállásra? Meseidő van! Nézzétek Kályút! Bizony, ő is felkészült rá. A mai mesénk címe Kályú repülőn utazik. Kályú nyaralni ment a családjával, és ez volt az első alkalom, hogy repülőn ült. Így né. Kályút minden érdekelte. Ne nyúj hozzá, Kályú. Mindjárt felszállunk. Csak dőlj hátra. Jól viselkedtek, fiú? Anya, hátra kell dőlnöd. A repülő felszállt. Kályú élvezettel nézte az egyre távolodó földet. Az apró fehér foltok a háza. Apa, ott vagyunk már. Nem, még nem. Nem kért reggelit? Reggelit? Te! Kályú még soha nem reggelizett repülőgépen. A reggeli után Kályú apukája zenét hallgatott. Kályú kíváncsi volt rá, honnan jön a zene. Jó reggelt, fiatalember! Tetszik a repülés? Köszönj a kapitánynak! Jó napot! Szeretnéd megnézni, hogy vezetem a gépet? Ó, igen! Természetesen, köszönjük szépen! Ez a pilótafülke. Ő itt, Kályú. Szia, Kályú. Szia. Apa, ez micsoda? Azok felhők, Kályú. Felhők? Tényleg? Wow. Most a felhők között vagyunk. Igen. Szeretek a felhők között lenni. Nem sokára leszállunk, ezért vissza kell ülniük. Ó, még valami. Ez az összes kis pilótának jár. Kályú nagyon örült, hogy kapott egy pilóta jelvényt. Nem sokkal később a repülő földet ért a reptéren. A földön vagyunk! Köszönjük, hogy minket választottak. Remélem, hogy csodásan fogod magad érezni, Kályú. És remélem, találkozunk, amikor majd hazarepültök. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vűns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Nagyi, olvas nekünk Kályúról! Rendben. Nézzük, hogy mire készül ma. A mai mesénk címe: Rozi zavarja Kályút. Kályú jól érezte magát, ahogy a kockáival játszott. A világ legmagasabb tornyát készült felépíteni. Ez volt a legmagasabb torony, amit Kályú valaha épített. Bum! Ne csináld ezt, Rozi! Tetted az utat! Játsz a saját játékaiddal! Rozi! Rozi, ide velük! Anya! Rozi egyfolytában piszkál! Lehet, hogy szeretne veled játszani. De én nem akarok játszani vele! Én most nem érek rá, és nem mindig oldhatom meg a problémáidat. De anya! Meg kell tanulnotok megoldani a saját gondjaitokat. De nem tudjuk. Kályú! Kályú élvezettel olvasta a könyvét, és örült, hogy Rozi nem zavarta. Menj innen, Rozi! Menj ki a szobámból! Nem! Maradj ki! Menj innen! A könyv olvasásra való, nem erre! Menj innen! Kályú, miattad sír, Rozi? Nem! Kályú örült, hogy Rozi nem zavarja többet. Igen hosszú ideig játszott a szobájában. Teljesen egyedül, de lassan kezdett unatkozni. Hey! Játszani akart, de már nem teljesen egyedül. Meggondolta magát Rozival kapcsolatban. Rozi... Kályú rájött, hogy jó Rozival játszani. Mit látnak szemeim? Kályú nagyon jól érezte magát Rozival, és nem akarta, hogy anyukája megzavarja. Főcímdal: Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő: Horváth Márta. Magyar szöveg: Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú. Kájú, Kájú, Kájú. Én vagyok! Meseidő van, gyerekek! Szeretnétek ti lapozni, ahogy olvasok? Igen! Akkor nézzük! Ennek a történetnek a címe Kájú madárlesre megy. Nagyi, menjünk! Nem kell sietni. A madarak megvárnak. A nagymamája madárlesre vitte Kájút. Nagyon izgatott volt, szeretett a nagymamájával kalandozni. Nincsenek madarak. Biztos? Hallgass csak figyelmesen. Hallom őket. Hol vannak? Nagyi, már látom őket. Nézd, ott. Közelebb szeretnél menni? A nagymama mindig tudta, mit kell csinálni. Varázslatos volt. Kájú nem tudta, mire számíthat még. Nyisd ki a tenyered. Magok? Bizony. Meglátod, hamarosan társaságot kapunk. Nézd! Nézd, Nagyi, a madárka eszik! Hé, gyere vissza! Semmi baj, Kájú. Tudod, a kis madarak félnek a nagy emberektől. Nagyon nyugodtan és nagyon csendben kell maradnunk, hogy ne féljenek. Hamarosan egy másik madár is evett a magokból, majd egy másik, és még néhány. Kájú el sem hitte. Nézd! De édesek! Próbáljunk ki valamit. Fel tudsz állni? Jó. Tartsd magad elé a kezed, és állj mozdulatlanul. Egy madár! Nagyi, a kezemen van! Kájú nagyon izgatott volt. Ezelőtt még soha nem szállt madár a kezére. Már megyünk is? Miért fütyülsz? Megpróbálok beszélni a madarakkal. Ha szerencsénk van, válaszolni fognak. Próbálkozz csak, de tudod, időbe telik. Gyakorolnod kell sokat. A nagymama örült, hogy Kájú élvezte a madárlest. Úgy döntött, ad neki valami különlegeset. Egy házikó! Igen, de nem csak egy házikó. Nagyi, kifolytak a magok! Így van, ez a dolguk. Ez egy madáretető. Már régóta megvan, és arra gondoltam, neked adom. Jönnek majd madarak? Nem tudom, majd meglátjuk. A nagymama és Kájú úgy döntött, hogy a teraszra teszi a madáretetőt. Ez a legjobb hely. Így a házból figyelheted majd a madárkákat. Így kezdte figyelni Kájú is a madarakat, pont ahogy a nagymamája. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem
is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság vár rám, sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig gréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem. Szegény Kájú, ez alkalommal tényleg bajba keverte magát. Nézzétek! Vajon mi folyik ott? Nézzük csak! A mai mesénk címe Kájú és a baba. Az egész akkor történt, amikor Kájú anyukája készülődött és sminkelte magát. Kájúnak tetszettek a smink színei, olyan volt akár a festő palettája. Mit csinálsz, anya? Sminkelek. Miért? Hogy nagyon csinos legyek. Kájú szerint az anyukája nagyon csinos volt. Ne játssz ezzel, kérlek. Julie nem sokára megérkezik. Miért nem várod meg a földszinten? Szia, anya! Egyél, Rozi! Miért nem jártol egy kicsit, amíg én lefektetem Rozit pihenni? Rendben! Szia! Meséljek valamit? Ahogy meglátta a sminkes dobozt, Kájúnak támadt egy ötlete. Kájú, hol vagy? Mit csinálsz? Kájú tudta, hogy tönkretette Rozi babáját, és félt, hogy Julie mérges lesz. Ó, hát itt vagy. Mit csináltál? Julie! Julie! Ma Rozi felébredt. Kájú, nem láttad Rozi babáját? Nem. Biztos. Azt mondta, hogy a fürdőben hagyta. Várjunk csak, mi az ott? Állj csak fel egy percre. Kájú! Mi történt a babával? Dühös vagy rám, és biztos anya is dühös lesz rám. Ó, kedvesem, valami azt csúgja, hogy nem unatkoztál délután. Anya! Lássuk, rendbe tudjuk-e hozni, jó? Kájú elmesélte, hogyan tette tönkre a babát, és hogy mennyire félt, hogy mindenki mérges lesz. Azt akartam, hogy a baba csinos legyen, mint te, de egyáltalán nem sikerült. Látod, Kájú? Rozi szerint a baba így is csinos. Sajnálom, anya. Ó, tudom, kicsim. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagy.
pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú. Nézzétek Kájút! Elesett a biciklivel. Nézzük csak, hogyan is történt pontosan. A mai mesénk címe Kájú megsérül. Kájú és apukája elment biciklizni. Nézzük csak, hogy itt minden rendben van-e. Jó? Ez az! Jó! Rendben. Akkor mehetünk. Igen! Jó napot, Hinkl bácsi! Szia, Kájú! Szép a biciklid! Hova mész? A parkba megyünk! Szép napot! Köszönöm! És most mit csinálunk? Körülnézünk, aztán körülnézünk még egyszer. Ahogy mondod. Kájú örömmel mondta el, hogyan kell átmenni a kereszteződésen. Kájú szeretett volna úgy biciklizni, ahogy Szará. Oh! Ide néz, apa! Kájú, figyelj, hová mész! Megsérültél? Kájú nem sérült meg, de nem örült neki, hogy elesett, miközben az apukája nézte. Nem. Na, induljunk haza. Kájú sokkal jobban lett, amikor felkerült a kötés. Már tiszta a seb. Még egy perc és kész vagyunk. Hogy álltok? Nézd, apa! Megkértem anyát, hogy ide is tegyen egyet. Jól látom, hogy az ujjadon is van egy. Megkértem anyát, hogy ide is tegyen egyet. De többet már nem szeretnél, ugye? Nem, anya. Ó, Hinkl bácsi, nézze! Nos, úgy látom, hogy dinoszauruszok vannak a könyöködön és a térdeden. És még az ujjamon is van. Biztos vagyok benne, hogy rajtad van a legtöbb dinoszaurusz az utcában. Remélem, nagyon büszke vagy rá. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezdesz felnőni, kicsim.
kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú. Biztos elfáradtatok a nagy meccsen. Gyertek mellém, meseidő van. Ezt nézzétek, Kájú is focizik. A mai mesénk címe Kájú nagy lövése. Kájú nagyon izgatott volt, mert barátját Andrét várta focizni. Kájú, mi ez a lárma? Mit csinálsz? Kájú, mit csinálsz? Semmit. Semmit? Ma jön át André. Tudom. És focizni fogunk. André a legjobb focista az egész világon. Igen, kicsim, tudom. De a házban nem szabad labdázni, ugye tudod? Tudom, anya. Kájú gyakorolni akart, mielőtt André megérkezik. Kájú, nézd, ki van itt! Szia, André! Ez az! Gyerünk, Kájú! Ez az, ügyes vagy! Igen! Kapd el! Kapd el! Igen, megvan! Hűha! André, te aztán jól játszol! Kájú olyan jól akart játszani, ahogy André. Nem tetszik ez a játék. Emlékszel a korcsolyázásra? Igen. Nos, sokat kellett gyakorolnod, mire jól ment, ugye? Tessék, próbáld meg újra. Kájú szomorú lett. Meg akarta mutatni Andrénak, milyen jól focizik. De valahogy mindig mellé rugott. Nem akarok tovább játszani. Gyerünk, Kájú, menni fog. Nem megy, túl nehéz. Csak még egyszer. Kájú! Kájú megpróbálta még egyszer. Kájú, menni fog. Rendben. Rozi! Mi is játszunk, jó? Most, hogy eltalálta a labdát, Kájú igazi focistának érezte magát. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Kezd
lesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Meséljek nektek, gyerekek. Nézzük, hogy mit csinált ma Kályú. Ó, ez érdekesnek tűnik. A mai mesény címe Kályú felfedezi a dzsungelt. Lássuk. Ez az. Segítenél a kertben, Kályú? Igen, anya. Tessék, ez megvéd a naptól. Szia, Sara! Megöntöznéd a virágokat, Kályú? Én megmetszem a rózsát. Oh! Eső lesz. Úgy tűnik, mégsem kell locsolnod. Sara! Oh. Hello, Kályú! Nézd keresztül ezen! Mi ez? Nagyítónak hívják. Csak óvatosan, mert törékeny. Az mit jelent? Azt, hogy könnyen eltörik. És hogyan működik? Az apró dolgokat felnagyítja. Oh. Nagyobbnak látszik benne a szemed. És a te orrod is, Sara. Van egy ötletem. Játszunk dzsungelfelfedezőset a nagyítóval. Az milyen játék? Úgy teszünk, mintha a dzsungelt vizsgálnánk, és közben mindent a nagyítóval nézünk meg. Hű! Nézd, egy hatalmas dzsungelszörny! Sarának igaza volt. A százlábú épp olyan volt, mint egy szörny. Hű! Akkora, mint egy madár! Elrepült! Itt már túl sűrű a dzsungel. Én nem tudok tovább menni. Én igen, én nem félek. Hajrá! Én itt megvárlak. Kályú a felfedező egyre mélyebbre és mélyebbre hatolt a dzsungel belsejébe. Elképzelte, hogy Gilbert egy hatalmas, üvöltő oroszlán. Gilbert, ne félj! Én vagyok az! Kályút meglepte a dörgés. Meg is ijedt egy kicsit. Sara! Sara! Mi történt? Volt valami nagy zaj. Talán a dzsungel dobosai üzentek nekünk valamit. A dzsungel dobosai? Oh. Hát, lehettek a dzsungel dobosai. De lehet, hogy csak az ég dörgött. Kályú nagyon izgatott volt, hogy ennyi mindent láthatott a nagyítón keresztül, és még jobban izgatta, amit elképzelt. Anya, láttam egy oroszlánt a dzsungelben! És hallottuk a dzsungel dobosait is. Azok a dobosok üzennek nekünk. Oh. Bizony, azt üzenik, hogy ha nem akarunk elázni, akkor gyorsan menjünk be. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kályú. Kályú, Kályú, Kályú. Én vagyok! Nézzétek Kályú jelmezét! Vajon miért öltözött fel így? Ó, igen, tudom már. A mai mesénk címe Kályú előadása. Sziasztok, dínók! Emlékeztek, hogy mit csinálunk ma? Előadást tartunk! Így igaz? Kályú, Leo és Clementine nagyon izgultak, ugyanis előadásra készültek. Szeretnénk elkészülni, mire ideérnek a szüleitek. Úgyhogy kezdjük. Először is a jelmezek. A jelmezes doboz, ez az! A doboz tel is tele volt jelmezekkel. Nézzétek, kalóz vagyok. Nézzétek, én meg bohóc. Én pedig ijesztő boszorka. Rengeteg gyönyörű jelmez volt a dobozban. Kályú és barátai mindet felszerették volna próbálni. Kályú, te ebbe bújj bele. Te leszel a napocska. Clementine, te virág leszel. És Leo, te esőfelhő leszel. Most találjuk ki a mesét. Én gyönyörű virág vagyok. Valóban az vagy, Clementine. És te ki vagy? Én vagyok a napocska. Tőled van a virágnak melege, és miattad szomjas. Gyerekek, hagyjátok abba, tényleg gyakorolnunk kell. Leo, a naptól nagyon megszomjazott a virág, ezért a felhő ad neki inni. Rendben? Igen. Ez egy nagyszerű műsor lesz. Gyakoroljunk még. Végre eljött az előadás ideje. Gyönyörű reggel. Remélem, hamar felkel a napocska. Clementine várta, hogy felkeljen a nap, de Kályú nem bújt elő. Remélem, hamar felkel a napocska. Remélem, hamar felkel a napocska. Szia, gyönyörű kis virág, hadd melegítselek fel! A napocska melegétől megszomjaztam. Innom kell valamit. Ekkor megjelent Leo az esőfelhő, és megöntözte a virágot. Köszönöm, esőfelhő! Kályú és barátai nagyon büszkék voltak magukra, amikor hallották a szülők tapsát. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
lenni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú, 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 Kájú. Én vagyok! Csak itt vagy, csalunk! Gyertek be, gyerekek! Van valami ma számotokra. Egy mese, aminek a címe Kájú imádja a Halloween-t. Nézzétek csak! Anya, anya, mehetünk már! Nos, lassan igen. Itt az ideje, hogy elkészüljetek. Ez az! Felkészült az astronauta a felszállásra? Majdnem, apa. A műszerek rendben? Igen! Itt a bohóc jelmez, Rozi. Épp ahogy kérted. Rozi bohóc jelmezt szeretett volna, de amikor meglátta, eszébe jutott, hogy régen félt a bohócoktól. Nem akarom! Nem szeretnél halloweenezni? Biztos? Kájú nem akarta elhinni, hogy Rozi nem akart halloweenezni. Rozi, miért nem akar jönni? Rozi fél, mert még túl kicsi a halloweenhez. Nos, ha tényleg nem szeretnél menni, azt hiszem, itthon maradunk. Vár csak, Kájú! Szia, anya! Anya otthon maradt Rozival, hogy Kájú elmehessen az apukájával. Sziasztok! Gyerünk, Kájú! Mire vársz? Menj csak! Emlékszel, hogy mit kell mondani, ugye? Micsoda meglepetés! Nem minden nap kopog be hozzám egy űrhajós. Gyerünk, Kájú! Tudod, mit kell mondani? Csak itt vagy, csalunk, Hinkül bácsi! Csak itt vagy, csalunk! Köszönöm! Rozi félte jönni halloweenezni, Hinkül bácsi! Sziasztok! Szia, Kájú! Én egy félelmetes szörny vagyok. Én pedig űrhajós. Leo egy szörny, Clementine pedig ápolónő. Nézzétek, mennyi csokin van. Kájú, Leo és Clementine együtt folytatta a halloweenezést. Csak itt vagy, csalunk! Csak itt vagy, csalunk! És rengeteg csokit kaptak, mielőtt elindultak haza. A Halloweennek már majdnem vége volt, de egy helyen még nem voltak. Csak itt vagy, csalunk! Csak itt vagy, csalunk! Ki lehet ez az ajtóban? Úgy látom, egy űrhajós és a barátai. Én vagyok az! Kájú az! Nos, ha csokit szeretnétek, gyertek be! Szeretem a Halloween-t! Én imádom a Halloween-t! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Thank you.
felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Kájú. Kájú, Kájú, Kájú. Én vagyok! Úgy látom, Kájú piknikezik a barátaival. És éppen erről szól mai mesénk is. A címe Kájú piknikezik. Ezen a gyönyörű napon Kájú piknikezni indult a családjával. Már majdnem ott vagyunk. Igen! Kájú elhívta barátját, Liót is. Parancsoljatok! Ez minden, azt hiszem. Nem, apa, nem minden. Mi a baj? Elfelejtettem valamit? Igen! Vajon mit? Hát magát a pikniket! Tudom, csak vicceltem. Segítenétek? Ez jó nehéz! A piknik után már nem lesz az. Kájú és Lió vezette a csapatot az erdőben. Olyan, mintha a mesekönyvedben lennénk, a lovagok és sárkányok között, ugye? Igen! Kájú nagyon szeretett piknikezni a családjával. Lióval pedig még élvezetesebb volt, mert evés után tudtak játszani. Ne menjetek messzire! Rendben, apa! Nézd! Ide néz, bátor lovag vagyok, van kardom is! Nézd! Nekem is van kardom! Ez pedig a gonosz sárkány! Ez az, leküzdjük a gonosz sárkányt! Kájú és Lió élvezte a lovagos sárkányos játékot. Kájú! Lió! Kájú! Lió, gyertek vissza! De sajnos most nem tartott sokáig. Ó! Oh. Mi a baj? Álljunk meg itt! Rozi fél a dörgéstől. Kicsit olyan, mintha egy sárkány ordítana, nem? Nézd, Rozi! Én egy bátor lovag vagyok! Itt a kardom! Én is az vagyok! Leküzdöttük a sárkányt! Megvédünk! Hűha! Minden rendben van, lovagok? Vannak még sárkányok? Ne féljetek! Megvédünk mindenki! Igen! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.